November 1-én megnyitották az úgynevezett krízisszállót a Pécsi Támasz Alapítványnál. Az őszből télbe való átmenet idén lassabban, fokozatosan történik, nem kellett még fagyot megélnünk. Az önhibájukon kívül utcán élő emberekre azonban már időben kell gondolni, a pécsi szervezet pedig évről évre időben gondoskodik a rászorulókról. Az utcai szolgálatok november 1-től 24 órában állnak rendelkezésre, és amennyiben a diszpécser szolgálathoz bejelentés érkezik bajban lévő hajléktalan személlyel kapcsolatban. Egyébként ez a 233-169-es 72-es körzeten található telefonszámon lehet elérni. Akkor ők jelzik az utcai szolgálatnak, és azonnal kimennek a helyszínre, és amennyiben hajlandó a személy igénybe venni a szolgáltatásunkat, akkor behozzák, és itt segítséget nyújtunk a számára eltölteni melegben az éjszakát. Minden nap reggelit kapnak az ellátottak a nappali melegedőben, mely a Dugonics utcai támaszpont nappali centrum néven megtalálható. Ezen kívül nagyon odafigyelnek azokra az ellátottjaikra, akik valamilyen fizikai, mozgással kapcsolatos problémával küzdenek, mert kihűlni ebben a hőmérsékletben is lehet, főleg éjszaka. Volt olyan eset is, hogy a kollégáink, akik egyébként minden este kimennek és felkeresik azokat, akiket ismerünk, már kint kertekben laknak, vagy olyan helyeken, ami nem lakhatás céljára szolgáló helység, és mindig megkérdezik tőlük, hogy szeretnének-e bejönni, és volt egy eset, ahol éppen behoztunk egy ilyen helyzetben levő idősebb ellátottat. Ő pár napot bent töltött az ellátásban, aztán úgy döntött, hogy mégis inkább visszamegy. A forró teajárat és a meleg takaró idén is segíti majd a hajléktalan embereket a hidegben. Ezért akinek van felesleges takaró, pokróc, nadrág, kabát, amit nélkülözni tud, azt az alapítvány szívesen fogadja.